érdemes átgondolnod, hogy kit tartasz pásztornak, mert amíg embert, addig a fent említettekből, az igazi pásztorból, aki tényleg füves legelőkhöz vezet, akitek tényleg ki és bejárhatsz az ajtón, és tényleg csendes vizekhez vezetsz, addig nem részesülsz. Értsétek meg, nem az Isten vonta vissza az erejét, csak az emberek nem őt tartják pásztornak, hanem az X-et, az Y-t, a Z-t, meg a C-t. Majd ha újra őt tartják pásztornak, akkor ő a csendes vizekhez fogja vezetni. Aki pásztornak szólítatja magát, az kérje ki magának, és adja vissza annak a titulust, mert mit mond? Figyelj, ha te elkezded használni az én nevemet, akkor mi a minimum, amit mondok? Hát, hogy vállald ennek a következményeit is. Ne csak a jót vedd el az én nevemből, hogy majd beköltözöl a lakásomba, az tetszik, hanem például menj el helyettem reggel dolgozni. Akkor az is a tiéd. Tiéd az én problémám is akkor. Mert ha nevem kell, akkor megkapod. Ezek az emberek mit akarnak a pásztorból? Adja oda a gyógyítást, adja oda a füves legelőt, és közben megőrzik a tolvallást, a rablást, meg a hazudozást. Nem fogja odaadni, mert nem adja oda a kincseket a disznók elé. És ezért esett vissza, mert az emberek mélységesen meg vannak győződve. Hát már nem is pásztor, már vezető pásztor. Már marhára pásztor. Hát már nem tudják fokozni, hát elfogynak a szavak. De ha jó az Úr visszajön, mert most bajba kerül majd a keresztény szótár, mert megszűntek a szavak, nincs tovább hova fokozni. Hű, de nagyon marhára rohadtul nagy vezető pásztor. Ez most már hosszú lenne kimondani.